Köszöntöm a Presszó nézőit! Országos megmérettetésre készül a Várpalotai és a Devecseri Zeneiskola négy növendéke. Hogy kik ezek a fiatalok, kiderül mai első riportunkból. Majd fókuszban a tehetség lesz, ugyanis négy Veszprém megyei tehetségpont mutatkozott be a napokban Várpalotán. A helyi sportélettel is foglalkozunk a Presszóban. Először a Várpalotán rendezett teremlabdarúgó bajnokságról készült összefoglalót tekinthetik meg, majd bepillantást nyerhetünk abba is, hogyan készülnek a szezonra a VBSK kézilabdásai. Ma jelentkezik a Gázfőcs autós magazin is. Ez alkalommal a műsor két főszereplője az Audi Q2-es és az Audi TTR-es lesznek. Végezetül a Globo portréból többek között azt is megtudhatják, melyik volt a legemlékezetesebb musical szerepe Pál Dénesnek. Már is kezdünk! Országos megmérettetésre készül a Várpalotai és a Devecseri Zeneiskola négy növendéke. Ennek apropóján adtak a gyerekek hangversenyt a napokban a helyi tanintézmény kamara termében. Szűcs Gellér Zsombor és Promber Bálint Norbert az 5. Veszprémi regionális mérészfúvós és kürtversenyen, Bokros Bálint és Molnár Bálint pedig az EGRI országos négykezes versenyen képviselik városunkat. A napokban megrendezett hangversenyen városunkat egy, Devecsert pedig három zeneiskolás növendék képviselte. Ihász Irén felkészítő tanár szerint fontosak az ilyen alkalmak, hiszen amellett, hogy kiváló gyakorlási lehetőség, mód van az esetleges hibák javítására is. Egyrészt ez egy nagyon jó gyakorlás, másrészt ilyenek azért kijönnek a hibák, én úgy gondolom, kiizgulják magukat. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a kollégák több fül többet hall alapon ilyenkor azért, hogyha bármi előfordul, új ötlet, vagy hiba, vagy ami az esetleg az én figyelmemet is elkerüli, akkor utána meg lehet beszélni, de mindenféleképpen kell a szereplés egy verseny előtt. Szirén szerint a versenyeredmények nagyban függnek a zsűritől és a résztvevő gyerekek lelki állapotától is.
Az esélylatolgatáson túl azonban szép helyezést várnak tanárai a tenorkürtön játszó Szűcs Gellért Zsombortól és Promber Bálint Norbertől az 5. Veszprémi regionális mérészfúvós és kürtversenyen. Szűcs Gellért Zsombort, aki ennek a zeneiskolának a diákja, ő mindig nagyon-nagyon jó eredményeket hozott, a legjobb, legkiválóbb eredményeket, ő egy nagyon tehetséges fiatalember, úgy gondolom, hogy most is ilyen eredményre lehet számítani, mert ebbe a mezőnybe, ebbe a megyei, illetve regionális versenymezőnybe ő nagyon-nagyon jó helyen van. És hát a fiamról, hát igazából én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ő első korcsoportos, nagyon felkészült, és elég nagy anyagot visz, úgyhogy szerintem a két tenoros fiúra büszkék leszünk, és megállják a helyüket, hát feltéve, hogyha olyan paszba lesznek, ezt soha nem lehet tudni. Március elején Egerben rendezik meg az országos négykezes versenyt, melyen Ihász Irén két tanítványa, Bokros Bálint és Molnár Bálint is részt vesznek, akiktől eddigi sikereik alapján szintén komoly eredményekre számít a felkészítő tanár. 150 páros indul ezen az országos versenyen. Nem lehet tudni, hogy milyen a mezőny, szintén nem lehet tudni, hogy a zsűri milyen darabokat fog értékelni, mik lesznek a szempontok, ez mindig akkor dől el, de egyébként rengeteg versenyt nyertek. A gyerekek színvonalas koncertet adtak versenyanyagukból. A Várpalotai Zeneiskola kamaraterme megtelt családtagokkal, ismerősökkel és zenetanárokkal. Thank you.
névnapot tartottak a tehetséggondozásról a Veszprém megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület szervezésében múlt héten a Túri várban. Az eseményen 4 Veszprém megyei, köztük 3 várpalotai tehetségpont mutatkozott be az érdeklődőknek. Szó esett többek között az iskolán kívüli tehetséggondozásról, a zsolnai módszerről és az óvodai tehetségfejlesztésről is. A Veszprém megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület pályázati forrásból Tehetséges vagyok a családom büszke rám címmel indított programsorozatot Veszprém megyében. Ebben a projektben rengeteg rendezvény van, nyílt napok, mint ez a mai is, ahol tehetségpontok mutatkozhatnak be, de vannak fórumaink, van pszichológiai tanácsadásunk, és rengeteg olyan rendezvény, szakmai fórum és egyebek, ahol a tehetség előtérbe kerül. Varga Endre azt mondja, sokszor találkoznak olyan esettel, ahol a tehetséggondozás nehézségekbe ütközik. Egy szakmai fórumon beszélgettek arról pedagógusok, hogy mit tehet egy pedagógus, hogyha felfedezi azt, hogy egy gyermek tehetséges, de a család mondjuk nem akarja, hogy kimagasló eredményeket érjen el valamiben, hanem szeretné, hogyha egy rendes szakma lenne a kezébe, vagy tovább tanulna, és nem a zenével foglalkozna, vagy a képzőművészettel. És szülőként is nagyon sokszor arra keresünk inkább a megoldásokat, hogy a gyermekünk boldog legyen, és a tehetségesség kibontakoztatása nem biztos, hogy boldoggá tesz egy gyermeket. Természetesen a feladat adott, mert nem lenne jó, hogyha bárki elkalódna amiatt, mert valaki nem fedezte fel időbe, hogy milyen tehetség rejlik egy gyermekben. A szervező Veszprém megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke szerint fontos felismerni, hogy a tehetséges gyerekek sem mindenben tehetségesek. Sok esetben olyan problémákkal küzdenek, melyek kapcsán segítségre szorulnak. Valamikor magatartás problémákkal küzdenek, vagy pszichológiai problémákkal, és ezen bizony segíteni kell. Nagyon sokan vannak, akik körülveszik ezeket a gyerekeket. Kérdés az, hogy kinek mi a kompetenciája ezekben a dolgokban. A Magyar Nemzeti Tehetségtanács a 90-es évek végén létrehozta a Géniusz programot, mely az idő során komoly hálózattá bővült. Ennek a hálózatnak a csomópontjai a tehetségpontok, melyek akár intézményekből, akár pedig civil szervezetekből is válhatnak. Valaki gondolkozik azon, hogy milyen pedagógiai módszerekkel, milyen tematikával dolgoz ki egy olyan programot, ami segíti a tehetségek felfedezését, segítését, gondozását, ezeknek a gyerekeknek a tanulási lehetőségeit, vagy adott esetben egy intézményben olyan programok kapcsán, amit ők fejlesztenek ki. Ez mind adottság és lehetőség kérdése. Ha valaki ilyen szeretne, akkor pályázni kell a Nemzeti Tehetségtanácsnál, a pályázat kapcsán pedig elnyerheti ezt a címet. A nyílt napon 4 Veszprém megyei tehetségpont mutatkozott be, melyek közül 3 várpalotai. A rendezvény célja az volt, hogy ezeket a pontokat, működésüket, eredményeiket és akár kudarcaikat is minél többen megismerjék. Nagyon fontos lenne, hogy kialakuljon egy olyan beszélgetés, ahol ezeket a szakmai sikereket, kudarcokat megosztatják egymással a jelenlévők. Éppen ezért a bemutatkozás után lehetőség van egy kis beszélgetésre, ahol kapcsolatok születhetnek, adott esetben együttműködések is, ez pedig tovább viszi ezt az ügyet. A Túri várban tartott programon a Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola tehetséggondozását és az ott használt zsolnai programot Deák Istvánné intézményvezető és Szili Gabriella mutatták be. Már óvodás korban is fontos, hogy kellő figyelmet fordítsanak a gyerekek kiemelkedő képességeire. Ennek a jegyében folyik a tehetségfejlesztés a Szivárvány tagóvodában.
Az intézményben működő tehetségműhely munkájáról Zergi Orsolya, óvodapedagógus tartott vetített képes előadást. Az iskolai kereteken kívüli tehetséggondozás szépségeiről és nehézségeiről Molnárné dr. László Andrea beszélt. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár Winkler Márton tehetségpontja 2012-ben alakult meg. A legfőbb célunk az olyanféle tananyag átadása, amire az iskolában egész biztos, hogy nincs lehetőség, illetőleg a pályaorientáció, a szülők tájékoztatása, tudományos munka periférikusan, marginális helyen, de azért igyekszünk, illetve hát olyan programok szervezése, ami szintén azt gondolom, hogy a diákoknak egyedi, és nem biztos, hogyha nálunk nem, akkor máshol megkapnák ezt a lehetőséget. Molnárné dr. László Andrea szerint sok esetben nehéz a tehetségazonosítás, hiszen nem mindenki emelkedő képességekkel rendelkező gyermek látogat el a könyvtárban működő pontra. Azonban, ha a látókörükbe kerülnek a fiatalok, sok dologban tudják őket támogatni. Hála Isten, azt mondhatom, hogy Várpalota kisváros, tehát azért megtudjuk, hogy van egy-két tehetséges gyerek, azt mindenképp igyekszünk felkarolni, és hát bevonni olyan programokba, olyan versenyekbe, ami számára hasznos. Tehát, hogyha valakinek például ilyen pályaválasztási gondja van, és hezitál, és nem tudja, akkor igyekszünk neki például pályaválasztási lehetőségeket adni, tehát esetleg olyasmire gondolok, hogy egy gyárba bemutatni, hogy mit dolgozik egy mérnök, vagy egy bármilyen más munkaerő. Ha valaki szeretne kutatni, akkor erre lehetősége van, például most már folyamatosan kutatunk egy kislányal, bár a nyelvtudományi dolgokat. Itt a kutatás során sok mindent megtanítunk tulajdonképpen, megtanítjuk a kutatás módszertanát, az előadásmódot, egy előadás összerakását, a struktúráltságot, tehát ilyesmi, tehát mindig igyekszünk megnézni azt, hogy kinek mire van szüksége, és akkor ebben megtalálni azt a segítséget, lehetőséget, amivel őt fejleszthetjük, támogathatjuk. A szakértő szerint a gyerekek körülbelül 10 éves kortól alkalmasak az intézményesített tehetséggondozásra. Náluk a középiskolás évek végéig foglalkoznak a fiatalokkal. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár Winkler Márton tehetségpontja szép sikereket tud már maga mögött. Nagyon büszkék vagyunk, mert azok a gyerekeink, akiket mi fölkarolunk, az szinte mind különböző versenyeken és rangos versenyeken nyernek. Tehát így a felfedezetjeink pályázatban több diákunk nyert már, akkor kutatódiákok konferenciáján nyertek gyerekeink, innovációs versenyen nyertek gyerekeink. Tehát azt gondolom, hogy aki hozzánk jön és megkeres valamilyen kutatási kéréssel, akkor azt mind tudjuk, vagy legalábbis igyekszünk, hogy sikerre vigye valamilyen ilyen kutatós versenyen. A nyílt napon bemutatkozott a Napkör Alapítvány is, melynek képviseletében Józsa István beszélt a Magból Kenyér programról és a természet körforgásának a bemutatásáról a mindennapi nevelő munkában. A kuparendszerű teremlabdarúgó bajnokság utolsó fordulója zajlott múlt héten a Gágyula városi sportcsarnokban. Idén 20 csapat érkezett a Palota Sport Nonprofit Kft. Meghívására. A küzdelmekben 8 szenior együttes is részt vett. A teremlabdarúgó bajnokságot közel 30 éve Telente rendezik meg Várpalotán. A 2016-17-es várpalotai teremlabdarúgó bajnokság záró fordulóját rendezték meg szombat este a Gál Gyula városi sportcsarnokban. A bajnoki rangadó idején minden hétvégén közel 300 ember kíséri figyelemmel, a többségében baráti társaságok által alkotott csapatok színvonalas mérkőzéseit. A fantázia neveken induló együttesek tagjai zömében Várpalotáról, a környező településekről, mint Pétfürdő, Ősi, Öskü és Hajmáskér érkeztek, de részt vesznek székesfehérvári játékosok is. Többen az NB1, NB2, illetve a megye egyes szintű labdarúgó klubokat is megjárták. Lassan 30 éve, hogy van ez nálunk. Mindig az a cél, hogy tehát téli időszakban lehessen való sportolni ezeknek az ilyen embereknek, akik szeretik a labdarúgást, a teremlabdarúgó bajnokságot, illetve nagyon sok érdekes, nagyon sok, aki, sok játékos, aki itt játszik, az igazolt játékos, de ilyen téli karbantartásnak is jó, tehát nem otthon pihennek egyfolytában télen, itt szombatonként
szinte kötelező jelleggel kell nekik jönni játszani, ami nem csak jó, hanem hasznos is a labdarúgók szempontjából nekik természetesen. A Napoli csapata már harmadik éve vesz részt a teremlabdarúgó tornán, azóta is változatlan felállással. A múlt évben ezüstérmet szereztek, azt megelőzően pedig büntetők rúgásával estek el az aranytól. A játékosok hobbificiként űzik a teremlabdarúgást, ezért különösebben nem is készülnek a mérkőzésekre, viszont teljes erőbedobással küzdenek. Évről évre úgy érzem, hogy összeszokottabb a csapatunk. Ahogy a csoportmeccsek voltak, még nem gondoltuk volna, hogy idáig tudunk jutni. Szépen lassan az egyenes kieséses szakaszba egyre minél többet fociztunk együtt, egyre jobban ment a csapatnak. Úgyhogy így azt mondom, pontosan jól időzítettünk, mert a végére szokott össze teljesen a csapat. A várpalotai fiúk is a játék szeretetéért és a csapatszellem miatt vettek részt a rangadón. A Sirocco évek óta meghatározó együttese a teremlabdarúgó bajnokságnak. Úgy gondolom, hogy a csoportkörig nem volt nehéz a csoportkörből túljutni, itt viszont az egyenes kiesésben már ugye vannak erősebb csapatok. Sajnos el kell mondani, hogy mi nem mindig ugyanazzal a csapattal tudtunk kiállni, mi régóta egy baráti társaság vagyunk, ezért járunk össze. Most itt a döntőre már úgy gondolom három meghatározó játékos sem volt itt. Ennek ellenére ma jobb volt az ellenfél, gratulálunk neki. A Várpalotán rendezett döntőn az őskülyi Napoli és a várpalotai Sirocco gárdája csapott össze. Végül nagy küzdelemben 5-4-re a Napoli győzött. A bronzmeccsen pedig a kutyaütők csapata 3-1-re múlta felül a Blue Angels csapatát. A legjobbak kupát és értékes ajándékutalványokat kaptak. Több változás is történt a várpalotai Bányás sportkör kézilabda csapatának házatáján. Nem csak új csapattagok érkeztek, hanem az edzői posztot is felfrissítették. Az irányítást az év elejétől Szedlák Tamás vette át. A VBSK új edzője határozott és erős kézzel irányítja a fiúkat. A mérkőzéseken a jó előnlét és a több lerohanás mellett hangsúlyos szerepet kap majd a taktika a fiúk játékstílusához való igazítása is. Új edző érkezett a várpalotai Bányász kézilabda csapatához Szedlák Tamás személyében. A tavaszi szezonban már egy dinamikusabb, sok lerohanással, gyors játékkal küzdő gárdával lép pályára a palotai együttes. A csapatba több fiatal játékos is bekerült. Január 3-án már elkezdték az intenzív edzéseket heti 5 alkalommal. A tavaszi szezonban már egy megfiatalított együttes lép a játéktérre. 3 játékos távozott tőlünk, Debecseri Ádám, Nagy András és a Németh Ferenc. Hát ők különböző okok, milyen munkahely elfoglaltság, lakhelyváltás, tehát ezek voltak az okok, viszont érkezett a Soha Gergő és a Tollai Péter. Ugye hát régi játékosaink, és ők visszaérkeztek Fehérváról, úgyhogy tehát ennyi történt, ami mozgás volt. A fiúk lelkesek és rendszeresen járnak az edzésekre. A plusz erősítő gyakorlatokat és a futómennyiséget növelték. A cél, hogy könnyebben tudjanak kapura támadni és gólt lőni. Védekezésben pedig egy kemény, masszív falat alkotnak, mondja a csapat egyik új erőssége, Soha Gergő. Nem csak játékosként szerepel, hanem a másodedzői feladatokat is ellátja. Szedlák Tamással közösen a lehető legtöbbet igyekeznek kihozni a palotai kézisekből. A célunk az, hogy minél jobban szerepelni a bajnokságban, és jobban a második fél évben, mint az elsőben. Ehhez most jó kemény munka is társul, tehát nagyon reménykedünk benne, hogy össze is jön. A csapat eléggé lelkes, a fiatalok becsülettel dolgoznak, úgyhogy bízom abban, hogy ez sikerülni is fog. Sajnos több sérültje van a csapatnak, akik meghatározó játékosok. Takács Zoltán keresztszalag szakadás miatt még egy ideig nem tud pályára lépni. A csapatszellem így is erős, teljes erőbedobással indulnak minden mérkőzésnek. A favoritot nem tudnék úgy kiemelni, szerintem nekünk egy jó csapategységet kell, ahogy az előbb is mondtam, alkotnunk, és mi azzal fogunk tudni meccseket nyerni, hogyha brusztolósan, keményen hajtva a meccsekbe beleállunk, és így mindent, amit lehet maximálisan kiteszünk a pályára, és akkor jönni fognak az eredmények. Én ebben hiszek.
Az utánpótlásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Az edzéseken részt vesznek a fiatalabb játékosok is. A cél az, hogy a fiatalok bekerülhessenek a csapatba, és Várpalotán folytassák a sportot. Így a legkisebbek is látják, hogy van esély, van miért küzdeni. A tavaszi szezon idei első mérkőzését hazai pályán Mór csapata ellen vívják a várpalotai fiúk. A rangadó február 19-én este 6 órakor lesz a Gál Gyula városi sportcsarnokban.